Budapest nem hisz Brüsszelnek. Szijjártó Péter szerint ugyanis annak ellenére szükséges a menekültek kötelező betelepítéséről szavazni, hogy a német kancellár tegnap megismételte, nem lesz kötelező betelepítési kvóta. A menekültek befogadásáról a nemzetek önkéntes alapon dönthetnek. A görög-macedon határon már 12-14 ezeren várnak arra, hogy elindulhassanak, de a balkáni útvonal zárva. Magyarországon még nincs válsághelyzet, de a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetése az LMP szerint indokolt volt. Ez semmilyen alapjognak a korlátozásával nem fog járni, tehát ezt megerősítették a szolgálatok. Így a magyar állampolgároknak arra nem kell felkészülni, hogy a hétköznapokat ez hátrányosan befolyásolná. A tömeges bevándorlás miatti válsághelyzet elrendelése a szocialista Molnár Zsolt szerint is elfogadható, de nem az egész országra. A feltorlódott tömegek miatt lehetséges az egyik útvonal Magyarország felé és a magyar schengeni határ felé vezet, azonban az egész országra való kiterjesztés az indokolatlan. Német Szilárd a migrációs válsághelyzet bevezetését azzal indokolta, hogy a Nyugat-Balkánon feltorlódott tömeg egyre elégedetlenebb, és az embercsempészek is új utakat keresnek. Kiszámíthatatlan ennek a tömegnek a mozgása, kiszámíthatatlan, hogy merre szervezik meg az ő útjukat. A válsághelyzet kihirdetése miatt 1500 katona, illetve rendőr áll szolgálatba a kivilágított és veszélyeztetett határszakaszon, közölte a képviselő. Létezhet olyan helyzet, hogy fegyverrel kell megvédeni a határt? A Magyarország függetlenségét, Magyarország jogrendjét, Magyarország biztonságát a katonáknak és a rendőröknek, tehát azok, akik ezért felelnek, akár fegyverrel is meg kell védeniük. Mi azt gondoljuk, hogy egy teljesen új helyzet állt elő. Ezt azután mondta Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter, hogy Belarusz kollégájával aláírták a két ország minisztériuma közötti megállapodást. A kvóta koncepció továbbra is tartja magát. Mondta ezt annak ellenére a miniszter, hogy Angela Merkel határozottan kijelentette, nem lesz kötelező betelepítés. Én azt gondolom, minden eddiginél aktuálisabban a népszavazás, mert jól látható maga a kvóta koncepció tartja magát Európában. A miniszter szerint, ha a menekültek is tudják, hogy Görögországból nem valószínű, hogy tovább tudnak menni, akkor egyre kevesebben vállalják majd a tengeri átkelés kockázatát. A tengeri határok megvédése azonban nagyon nehéz.